Hello, sziasztok, és nagyon szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám szombati napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Veszprém Fajszról. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok Veszprém Fajszon, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videó lesz tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban, amit konkrétan innen indítok Veszprém Fajszról. És az pedig ott konkrétan már Veszprém Fajsz, tehát az ott Veszprém Fajsz, ami ott látható a háttérben, és az az épület, ami ott látható, az a Veszprém Fajszi polgármesteri hivatal, tehát az ott a Veszprém Fajszi polgármesteri hivatal, és így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen, és itt van velem szemben a Veszprém Fajszi Kálvária, tehát ez itt velem szemben a Veszprém Fajszi Kálvária, ami konkrétan így néz ki, és majd arrafelé fogok elindulni én ebben a mai kis sétámmal, és akkor így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen, és abba az irányba halad a piros sáv túraútvonal egészen Palóznakig, tehát arrafelé van Palóznak, tehát Palóznak az konkrétan arra felé van, és abba az irányba halad a piros sáv túraútvonal egészen Palóznakig. És akkor lassacskán el is indulok én ebben a sétával, innen Veszprém Fajszról, méghozzá arra felé, tehát a Kálvária felé fogok elindulni, tehát abba az irányba fogok elindulni, és akkor így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen, íme, és az pedig ott Veszprém Fajsz, és az az épület, ami ott látható, az a Veszprém Fajszi polgármesteri hivatal. És akkor el is indulok én ebből a sétával, innen Veszprém Fajszról, tartsatok velem, és akkor szépen el is indulok én ebből a mai kis túrámmal, méghozzá arra felé, a Kálvária felé, tartsatok velem. És akkor, ahogy láthassátok ezen a felvételen, én tulajdonképpen már el is indultam ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóval, innen Veszprém Fajszról. És akkor most itt a Veszprém Fajszi Kálvárián szépen fölkapaszkodok a Kálvária dombra, ahol jó nagy szél lesz, mert baromira fúj a szél amúgy, nem mellesleg, és lássuk, jó hideg szél fúj, hisz ugye december van konkrétan, pontos idő és dátum folyamatosan látható a kijelző aljában, hogy mikor készült ez az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videó. És akkor szépen haladok fölfelé itt a Veszprém Fajszi Kálvárián. Tehát szépen haladok fölfelé, ahogy látható ezen a felvételen. Itt a Veszprém Fajszi Kálvárián. Amúgy baromi hideg van, mert tényleg baromi hideg van. Itt azért meg kell sugjam nektek, hogy baromi hideg van ezen a szombati napon. De hát ugye december 17-e van, és ezen nem kéne meglepődnöm, hogy baromi hideg van decemberben, hiszen tél van, lányok és fiúk, mert tényleg tél van, ahogy látható ezen a felvételen. Igaz, hó nincsen, egy szál se, mert itt egy szál hó sincs tulajdonképpen, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát konkrétan hónak híre hamva. Tehát egyáltalán nincsen hó itt Veszprém Fajsz térségében, de amúgy Veszprém térségében sincsen hó. Amúgy meg
Mivel a tegnapi napon jártam a 11-es számú vasútvonalon, tehát a Bakony vasúton jártam a tegnapi napon, arra felé viszont van némi hó, ott fönn a Bakonyba, de hát az ugye a Bakony, és nem pedig itt Veszprém-Fajsz, ott azért van némi hó a Bakonyban, mert tegnap ugye jártam a 11-es számú vasútvonalon, tettem egy oda-vissza utat, Pannonhalma és Veszprém között, illetve Veszprém és Pannonhalma között. Tettem egy oda-vissza utat tegnap a 11-es számú vasútvonalon, és akkor folytatom az én kis sétámat itt a Veszprém-Fajszi Kálvárián. A Szélzajé pedig elnézést és bocsánatot kérek tőletek. Tudom, hogy szélzajosak vagyunk, hisz fúj a szél úgy, mint állat, mert tényleg baromira fúj a szél, és tényleg baromi hideg van. Tehát tényleg baromi hideg van, gyerekek. Jobb, ha nem mozdultok ki sehová sem ebben a baromi hidegben. Hát én elég ha én kimozdultam, mondjuk. Ja, Bagoly mondja Verébnek, hogy gyerekek, nem mozduljatok ki ebbe a nagyon hidegbe. Azt én meg itt mászkálok a Veszprém-Fajszi Kálvárián. Hát én se vagyok szerintem teljesen százas, na de hát ezen már meg se vagyok lepődve konkrétan. Tehát én se vagyok százas, gyerekek, hogy ilyen időben itt bóklászok a Veszprém-Fajszi Kálváriánál. És akkor itt van maga a Veszprém-Fajszi Kálvária, ahogy látható ezen a felvételen. Hú, gyerekek, baromi nagy szél van itt fönn a dombtetőn. Tehát itt baromira fúj a szél. De amúgy így néz ki a Veszprém-Fajszi Kálvária. Megpróbálom túl kiabálni a szelet, de szinte lehetetlen, mert annyira fúj itt a szél, gyerekek, itt fönn a dombtetőn, hogy eszméletlen. Tehát eszméletlenül fúj a szél. És amúgy itt vagyok a Veszprém-Fajszi Kálváriánál. És akkor haladok is tovább, mert a szél leviszi itt a fejemet konkrétan. Mert tényleg a szél leviszi itt a fejemet, annyira fúj. És akkor már fönt is vagyunk a Kálvária dombnak a tetején. Tehát ez itt a Kálvária domb teteje, ahova most éppen megérkeztem. Tehát ez itt a Kálvária dombnak a teteje. A Szélzajé pedig elnézést és bocsánatot kérek tőletek. És itt van a Kálvária domb tetejét jelző kő is, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor szépen haladok tovább arrafelé. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen. Úgy, gyerekek, muszáj vagyok kiabálni, mert a szél nagyon, nagyon fúj itt fönn a dombtetőn. Így hát megyünk is befelé az erdőbe. Talán ott nem lesz ekkora szél. Úgyhogy szépen bemegyünk az erdőbe, gyerekek. Ott talán nem fog ennyire fújni a szél, mint itt fönn a dombtetőn. Amúgy itt van egy esőbeálló, ahogy látható ezen a felvételen. Íme. És így néz ki a környezet konkrétan. Hát így néz ki. És akkor haladok tovább. Hú, gyerekek, baromira fúj itt fönn a szél. Úgyhogy haladok is tovább. Szélcsendesebb területre. Hú, gyerekek, állatira fúj a szél. Ami lássuk, baromi hideg is. Tehát baromi hideg is ez a szél, gyerekek. De most szépen bemegyünk ide az erdőbe, ahol nem lesz majd akkora szél.
mint itt fönn a dombtetőn. Amúgy elkezdtünk lefelé ereszkedni, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát szépen elkezdtem lefelé ereszkedni. Ahogy látható ezen a felvételen. Tehát szépen ereszkedek lefelé. Hú, gyerekek, valami eszméletlen hideg van. Mert tényleg eszméletlenül hideg van. Csoda, hogy a technika bírja ezt a hideget. Csoda, hogy bírja egyáltalán a technika, hogy nem krepel be ettől a hidegtől. Amúgy tényleg nagyon hideg van, gyerekek. Főleg ott fönn a Kálvária dombtetőn volt baromi hideg, ami most már mögöttem van. Hát igyekszünk is befelé ide az erdőbe, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát igyekszek befelé az erdőbe, ahol nincs akkora szél, mint fönn a Kálvária domb tetején. És akkor így szépen be is jöttünk az erdőbe, ahogy látható ezen a felvételen. És ugye, ahogy mondottam a előzőjekben, én ugye a tegnapi napon jártam a 11-es számú vasútvonalon, ugye ez a Veszprém Zirc-Győr vasútvonal, tehát a tegnapi napon jártam ottan, tettem egy oda-vissza utat Pannonhalmáig, tehát Veszprém és Pannonhalma között tettem egy oda-vissza utat a tegnapi napon a 11-es számú vasútvonalon, és ott hó is van bizony, legalábbis Eplénytől nagyjából Bakony-Szent Lászlóig, tehát ott hó is volt. Igaz, már olvadó félben volt, de volt hó. Tehát a tegnapi napon, tehát hogy a tegnap ugye péntek volt, tehát a pénteki napon jártam a 11-es számú vasútvonalon, és utaztam egyet rajta, Veszprém és Pannonhalma között. Csináltam egy oda-visszát, konkrétan a 11-es számú vasútvonalon, a tegnapi napon, amikor is tudnélik péntek volt. Na de térjünk vissza a mai napra, hisz ma ugye szombat van, és ahogy láthattátok a előzőjekben, ugye ez egy újabb sétálós videó lesz tőlem, Fricitől, egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videó lesz ez. Hát konkrétan ugye Veszprém Fajszról indítottam el ezt a mai kis túrámat, tehát ő Veszprém Fajszról indultam el, közben, de úgy, hogy közben a Kálvária dombot át is másztam, ott meg jó, nagyon-nagyon fújt a szél, tehát tényleg ott aztán baromira fújt a szél fönt a Kálvária dombon, hát itt az erdőben azért jóval nyugodtabb a légkör, tehát itt nem fúj a szél, még a hideg az itt is jelen van, de azért itt jobban elviselem a hideget, mint ott fönt a Kálvária domb tetején, ahol az előbb voltunk. Tehát ott azért baromi nagy szél volt, majd hogy nem a szél lefújta a fejemet a helyéről. Konkrétan akkora volt ott fönn a szél a Kálvária dombon. De most már itt vagyunk az erdőbe, gyerekek. És akkor szépen haladok itt ezen a túraútvonalon. Hát ez most nem tudom, hogy milyen túraútvonal speciál, mert itt vannak valamilyen jelzések, de ez olyan jelzés, ami ugye, még ez is létezik, tehát ez létező jelzés, de majd mindjárt meg is mutatom, hogy miről beszélek, ha találok egy normálisabb jelzést, ami nincsen megrongálódva, tehát mindjárt majd keresünk egy olyat, mert van itt egy jelzés végig, egészen onnan elindultam, tehát onnantól kezdve van ez a jelzés, amit mindjárt megmutatok néktek. Még ez is egy turista jelzés tulajdonképpen, amit majd mindjárt mutatni fogok. Tehát ez is konkrétan egy turista jelzés. Csak ez ugye ilyen, hogy mondjam, nem is tudom, minek mondjam én ezt a jelzést, de ezt majd utána nézek én ennek. Amúgy így néz ki, gyerekek. Tehát így néz ki ez a jelzés. Láthassátok, hogy egy keresztet ábrázol egy háromszögön. Tehát háromszögön egy keresztet ábrázol ez a jelzés.
és konkrétan ez a jelzés halad keresztül a Veszprém-Fajszi Kálvária dombon, tehát ez a jelzés halad keresztül konkrétan a Veszprém-Fajszi Kálvária dombon, ami itt látható ennek a fának a törzsére felfestve. Hát ezt most én sem tudom megmondani, hogy milyen jelzés akar lenni, de ez is egyfajta turista jelzés, tehát ez is turista jelzés. És azért piros, azt is elmondom, miért piros, mert konkrétan a piros sáv túra útvonalból ágazik ki a Kálvária domb aljánál, ez a turista út, aminek a jelzése itt látható ezen a felvételen. Mondjuk ez nem tudom, hogy milyen jelzés, de azt tudom, hogy ez turista jelzés, tehát ez is egy turista jelzés, de ennek utána kell olvasnom, hogy ez mit is jelez tulajdonképpen, de ha tippelnem kéne, akkor ez ilyen, hogy mondjam, ilyen felekezeti jelzés akar lenni, tehát ilyen egyházi jelzés, vagyis ilyen, mi vagy a Kálvária dombon jött keresztül, tehát a Veszprém-Fajszi Kálvária dombon jött ez keresztül ez a jelzés, tehát ez nyilván valami kegyeleti vagy kegyhely jelzés, vagy nem is tudom, minek mondjam én ezt. Egy biztos, hogy ennek én utána fogok nézni, hogy ez mit is jelent tulajdonképpen, ez a jelzés, de nem ismeretlen számomra, hiszen már jártam én itt korábban, egy korábbi videóban. És akkor haladok is tovább, tartsatok velem, méghozzá arrafelé. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor ugye keresztül másztam a Veszprém-Fajszi Kálvária dombon, tehát konkrétan a Veszprém-Fajszi Kálvária dombon keresztül másztam. Hát jó nagy szél volt ott fönt a Kálvária dombon, tehát ott baromira nagy volt a szél, de ha megnézitek ennek a videónak az elejét is, meg ha ezt a videót ugye unblock megnézitek, akkor ott pontosan láthassátok és hallhassátok, hogy baromira fújt a szél fönn a Veszprém-Fajszi Kálvária dombon, és így hát én jöttem is el onnan nagyon hamar, mert tényleg jöttem el onnan nagyon hamar. Amúgy meg már van külön videó a csatornámon a Veszprém-Fajszi Kálvária dombról, tehát erről én külön videót már készítettem. Ha jól emlékszem, pont egy héttel ezelőtt, készítettem videót magáról a Veszprém-Fajszi Kálváriáról. Nézzétek meg azt a videót is. Köszönöm szépen! És akkor haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát folytatom tovább a én kis sétámat. És lassacskán majd rátérek már egy olyan túraútvonalra, amit már több alkalommal is bejártam, legalábbis az egyik irányba már több alkalommal is bejártam, de nem ebből az irányból, amerről most éppen haladok. És ugye az is tény és való, hogy ezen a szombati napon nem csak egy bizonyos túraútvonalon fogok túrázni, hanem több túraútvonalat is fogok érinteni ezen a szombati napon. Remélem, hogy velem fogtok tartani a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor meg is érkeztünk tulajdonképpen arra a helyszínre, ahonnantól kezdve a piros kereszt túraútvonalon fogok haladni. Tehát megérkeztem arra a helyszínre, ahonnan tulajdonképpen a piros kereszt túraútvonalon fogok haladni. És itt van egy szilárd burkolatú út. Ugye abban az irányban van Veszprém-Fajsz, tehát arrafelé van Veszprém-Fajsz, tehát konkrétan abban az irányban van Veszprém-Fajsz, és akkor én szépen haladok tovább arrafelé. És ha egy kicsit fordulok balra, ugye abban az irányban van Csopak, tehát Csopak az arrafelé van, tehát abban az irányban van Csopak, tehát arrafelé van Csopak, és akkor haladok tovább arrafelé. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen!
És már rá is tértünk a Piroskereszt túraútvonalra, amit már ugye több alkalommal is bejártam. Tehát ezt a Piroskereszt túraútvonalat én már több alkalommal is bejártam. Hát most is be fogom járni részben. Azért mondom, hogy csak részben fogom bejárni, mert nem teljes egészében fogom, nyilván. Tehát nyilván nem teljes egészében fogom bejárni ezt a Piroskereszt túraútvonalat ezen a mai napon, csak részben fogom bejárni. Meg hát fölösleges is volna bejárni teljes egészében, hiszen már rengeteg, tehát már rengeteg olyan videót készítettem a közelmúltban is, amit ezen a bizonyos Piros Kereszt túraútvonalon rögzítettem. Tehát már rengeteg ilyen videó van a csatornámon, amikor ezen a Piros Kereszt túraútvonalon túrázok, csak éppen fordítva, tehát akkor ugye pont fordítva haladok, hogyha megnézitek a korábbi videókat. Hát most nyilván most a másik irányból haladok, tehát Veszprém Fajsz irányából haladok, most tulajdonképpen, hogy is mondjam, Balatonfüred felé, mert valójában Balatonfüred felé haladok, tulajdonképpen, tehát most Veszprém Fajsz irányából haladok Balatonfüred felé. Hát ha gondoljátok, akkor tartsatok velem fricibel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban, amit itt rögzítek a Piroskereszt túraútvonalon. És akkor szépen haladok előrefelé, ahogy látható ezen a felvételen. Úgyhogy szépen haladok előre. Majd most vagy rátértem a Piroskereszt túraútvonalra, és most egy kicsit ezen a Piroskereszt túraútvonalon fogok úgymond túrázni. Tehát egy kicsit most ezen a Piroskereszten fogok túrázni, egy keveset. Utána meg majd rátérek a Zöldkereszt túraútvonalra, és akkor szépen majd haladok Balatonfüred irányába, vagy éppen Csopak irányába, végül is tök mindegy, de több mint valószínű, hogy Balatonfüred irányába fogok haladni, mert innen ugye több lehetőségem is van erről a pontról. Innen haladhatok akár Balatonfüred felé is, Csopak felé is, illetve Lovas és Felsőrs irányába is, továbbá Palóznak irányába is haladhatnánk erre, amerre most haladok. Tehát itt most több lehetőség is van, több alternatíva. Tehát itt most több alternatíva is adott úticél gyanánt. Ugye itt most lehetne úticél Balatonfüred is, Csopak is, Palóznak is, Lovas is, illetve Felsőrs is lehetne úticél éppen ezen a mai napon részemről. Hát majd eldöntöm, hogy melyik lesz az. De szerény véleményem szerint Balatonfüred lesz a mai úti célom. Tehát lehet, hogy Balatonfüredig fogok eltúrázni ezen a szombati napon. Hát és ugye ezt a helyszínt már több alkalommal is megmutattam néktek. Tehát ezt a helyszínt én már több alkalommal is megmutattam néktek, ami itt látható ezen a felvételen, így hát nem is húzom most ebben külön az időt, hogy ezt jó alaposan megmutassam néktek, hiszen itt már több alkalommal is jártunk, tehát már több alkalommal is jártam itten, és ezt már több alkalommal is megmutattam néktek. És akkor haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen, tehát folytatom tovább az én kis túrámat. Veszprém Fajszról indultam, ugye? Ugye Veszprém Fajszról indultam el, ahogy láthattátok az előzőjekben, tehát Veszprém Fajszról indultam el ezen a mai napon, és szerintem Balatonfüredig fogok elsétálni, tehát valószínű, hogy
Balatonfüredig fogok elsétálni ezen a mai napon, de akár elsétálhatnánk Csopakig is, vagy éppen Palóznakig, vagy éppen Lovasig, vagy éppen Felsőőrsig, de szerintem maradunk a Balatonfürednél, így hát valószínű, hogy ezen a mai napon Balatonfüred lesz a úti célom, ezen a szombati napon. Akkor viszont ez egy szép kis hosszú túra lesz, tehát akkor ez egy baromi hosszú túra lesz, hogyha tényleg Balatonfüredig akarok eltúrázni ezen a szombati napon, akkor ez egy nagyon hosszú túra lesz a mai napon. Igen, csak délután lesz akkor, mire megérkezem Balatonfüredre. Tehát akkor jócskán már benne leszünk a délutánba, hogyha tényleg Balatonfüred lesz a úti célom ezen a szombati napon. Hát akkor viszont ez egy nagyon hosszú túra lesz. Tehát akkor ez egy baromi hosszú túra lesz tulajdonképpen. De hogyha Csopakig mennénk, az se volna sokkal a rövidebb. Vagy ha éppen Palóznakig mennénk, az se volna a hú de rövid. Hát ami igazán rövid lenne, az az lenne most, hogyha Felső Őrsig sétálnánk el. Tehát az volna most az igazán rövid, hogyha Felső Őrsig sétálnánk el. Tehát az volna az igazán rövid túra. De szerintem maradjunk annyiba, hogy Balatonfüred lesz a mai úti célom. Tehát Balatonfüredre kéne a délután folyamáig valahogy megérkeznem. Tehát Balatonfüred. Hát lányok és fiúk, akkor viszont ez egy hosszú túra lesz. Hogyha Balatonfüredig akarok elsétálni, akkor ez egy baromi hosszú túra lesz, gyerekek. Mert akkor ez egy tényleg baromi hosszú túra lesz. Hát bízok benne, hogy nem fog rám esteledni. Tehát akkor bízunk abba, hogy nem fog rám esteledni konkrétan, hogyha Balatonfüredig fogok eltúrázni ezen a szombati napon. Akkor remélem, hogy nem fog rám esteledni. Közben nézem, hogy megy-e a felvétel, de úgy látom, a felvétel az megy. A hideget úgy jó bírja a technika. Hát úgy látom, hogy ez a technika jó bírja a hideget. Nem úgy, mint a kezem, mert a kezem azért az már fázik, ahogy tartom a kamerát a kezemben. Tehát az már fázik tulajdonképpen a kezem. De a technika úgy látom, hogy bírja ezt a hideget. Mert tényleg nincs az a gatyarohasztó meleg, gyerekek. Hát ilyenkor bánom az, hogy nem nyár van, mert tényleg ilyenkor azt bánom, hogy nem nyár van, inkább izzadnánk széjjel, mint hogy a kezem lefagyjon például, inkább ugye akkor a szétizzadást választom. Hát nyáron is volt erre példa, hát ugye én nyáron is szoktam túrázni, nem csak télen, hát valójában nincs olyan épszak, amikor én nem túrázok. Tehát tényleg, konkrétan nincs olyan évszak, amikor én nem túrázok. Az most tök mindegy, hogy tavasz, nyár, ősz vagy tél. Tehát ha nincs lehetetlen időjárás, akkor ugye én általában túrázni szoktam. Hát és most is, ahogy láthassátok ezen a felvételen, jelen esetben is ezt csinálom, hogy túrázok egyet. Pedig hát... tényleg nincsen az a gatyarohasztó meleg, mert egyáltalán nincs melegem. Mondhatni, hogy egy kicsit fázok is talán, főleg a kezem. Tehát a kezem az azért az fázik, ahogy a kamerát tartom a kezemben. Így hát váltogatom a kezemet elég gyakran, hol az egyik kezemből, hol az egyik kezemben, hol a másik kezemben van a kamera. Tehát azért ezt most... nagyon fogom váltogatni ezen a mai napon. Na de ez majd egy következő videó témája lesz. Remélem, hogy a következő videóban is velem fogtok tartani, hiszen ez a videó már több mint fél órája megy, így hát lassacskán le is zárom ezt a videót, és egyelőre
megköszönöm a megtisztelő figyelmet, hogy megnéztétek ezt a videót is. Ha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, és én hamarosan fogom folytatni ezt a túrát egy következő videóban. Remélem, hogy a következő videóban is velem fogtok tartani, és én majd a továbbiakban arra felé fogok haladni, tehát abba az irányba fogok haladni, de ez majd egy következő videó témája lesz. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Veszprém Fajsz határából, a Piros Keresztúra útvonalról. Sziasztok!